Szia! Ja, ebben a kis összenetben akkor nézzünk egy olyan megvalósítást, hogy tudjuk, hogy Windowsos írában mindenféleképpen szükséges a vírusírtó, és jelen pillanatban sajnálatos módon már a Linuxon is, főleg itt a Linux mint ami egy eléggé felkapott operációs rendszer, ugye terjednek a különböző vírusok, így nem átbeszerezünk egy jó kis vírusírtót, és ebből van is nekünk egy open source megoldás, méghozzá úgy hívják, hogy Clam, és mi nem az AB-t szedjük le, hanem a TK-t. Azért a TK-t, mert az grafikus újival rendelkezik, és jelen pinarban itt láthatod, hogy kapsz egy ilyen kis felületet, amiben jelen pinarban tudsz beállításokat eszközölni, tudsz fehér listát készíteni, hogy mi ne nézzen, tudod a network ellenőrizni, ugye, és proxikat beállítani. Illetve tudod a történetet, a karantén, megnézni, hogy mi az az, amit ő már mindenféleképpen ellenőrzött. Tudod updateelni a programot, ezt most meg is nézzük, hogy mi van vele jelen pillanatban. Ugye most ellenőrzi szépen az adatbázisunkat, és megnézi, hogy van-e bármi, ami mondjuk arra engedne következtetni, hogy nem a legfrissebb. Aztán, hogyha meg vagyunk, akkor megnézzük az update assistot, mint olyat. Ez a fül is meg volt oké vissza. Aztán van nekünk egy olyan alapból, hogy csak fájt szkenneljen. Van mappa szkennelésünk, illetve van analízisünk, hogy tudjuk megnézni, hogy mi is van a fájlokkal amit már ellenőriztünk, úgyhogy jelen pillanatban ezek az opciók azok, amik mindenféleképpen végrehajthatóak. Nézzünk mondjuk egy scan fight, és mondjuk nézzünk egy letöltéseket, hogy a letöltéseknél mondjuk van-e bármi, ami jelen pillanatban nekünk okozhat bármilyen fejfájást, ez eltarthat egy ideig, úgyhogy vagy kivárjuk, vagy még sézzük, de ő most ugye végigfutatja nekünk az összeset, és azt mondja, hogy nincsen problémánk, úgyhogy tök jó, tök király, tök nagyszerű. És ezzel meg is volnánk, ugye ugyanígy a scan directory, nézzünk egy olyat, hogy mondjuk képek, nem is. De, nézzünk képeket. most a képek mappát fogja leellenőrizni, hogy mi a helyzet. És ezt természetesen meg tudod tenni magán az operációs rendszer root mappáin is egyenként, hogyha akarod, meg tudod nézni, hogy van-e bármilyen probléma, avagy nincsen. Úgyhogy én ajánlanám figyelmedve, hogy miután felpakoltad a Linux mintát, bekapcsoltad a tűzfalt ugye az első lépéseknél, lefrissítetted magad az operációs rendszert, illetve feltelepítettél -e valamilyen VPN-t, hogy védve legyen a Securod és a privacy az online térben, én erre most jelen pillanatban kis reklám helye, a Torgárdot használom, nem egy olcsó megoldás hozzá kell tenni sajnálatos módon, jelen pillanatban ez ilyen majdnem 5000 forintba kerül egy hónapra, viszont vannak különböző terveik egy és két évre is, én most ezt tesztelgetem, ezt puttatom jelen pillanatban egy ausztriai VPN-nel, és hozzá kell tenni, hogyha erről szeretnél, majd külön videót, akkor jelezze a leírásba, vagy a kommentbe, bocsánat, és akkor szépen megnézzük ezt a történetet, hogy mit is tud, meg hogyan érdemes beállítani. Na de most akkor rendelkezünk most már egy vírusírtóval is. Úgyhogy megint bővült a kis csomagkínálatunk, ami elérhető itt Linuxon. További szép napot köszönöm a figyelmet, pápá!